Nagy szeretettel köszöntöm megjelent vendégeinket, a sajtóképviselőit, és külön szeretettel köszöntöm az oroszországi Volgodonszkból érkezett vendégeinket, Melnyikov Viktor Pavlovics polgármester urat, és Makarov Szergej Mihajlovics alpolgármester urat. Mai napon került sor a testvérvárosi szerződés aláírására az oroszországi Volgodonszk településsel. Azzal a célra érkeztek Tamásiba városunkba vendégeink, hogy testvérvárosi szerződést, megállapodást írjunk alá. Erről egyébként a városképviselő testülete az április végi testületi ülésen döntött. Néhány szót mondanék erről a nem is olyan kis városról. Tőlünk 2400 kilométerre található, ahogy a neve is mutatja, a Don mentén, egy 170 ezres város. Ezek a számok egy picit riasztóak. Miért fontos mégis a városnak az, hogy együttműködési megállapodást írtunk alá ezzel a várossal, és kiépítsünk egy hosszabb távú kapcsolatot? Elsősorban a Paks 2 beruházáshoz kötődik ez a kapcsolatfelvétel. Próbáljuk keresni a közös pontokat. Ahogy elmondtam, Volgodonszk iparváros, a mi erősségünk pedig az, hogy nagyon szép zöld környezetben élünk, jók a mezőgazdasági adottságaink, a turisztikai adottságaink, van egy termálfürdőnk, kerékpárutak. Paks 2 műszaki berendezéseinek 80%-át ebben a városban fogják előállítani, innen szállítják majd Paksra. A mérnökök, szakemberek egy jelentős része, akik részt vesznek az atomerőmű bővítésben, azok Volgodonszból fognak érkezni. Покажет, что у нас есть тоже интересного, хорошего, значит, и то, что сказал. Tehát arra számítunk, hogy egy akár rövid távon egy élénk gazdasági kapcsolatot tudunk építeni ezzel a várossal, amiből Tamásinak is kézzelfogható haszna származik, származhat. Стремиться улучшить экономику наших городов. Я понимаю, что совместно, скорее всего, это у нас получится. Tegnapi napon érkeztek a vendégek, tehát még az ismerkedés fázisában vagyunk. Természetesen a gazdasági kapcsolatokon kívül fontos, hogy az oktatás, a kultúra, a sport területén is kialakítsunk jó kapcsolatokat. A város méreténél fogva egyetemi városról beszélünk, tehát általános iskolák, középiskolák, sőt egyetemmel rendelkező városról van szó, tehát szeretnénk a két város között egy nagyon jó kapcsolatot kiépíteni, mind gazdasági, mind pedig egyéb területen. Найти соприкосновение как в экономике, так и в культуре, в спорте, в туризме – это основа, та, которая будет, наверное, сегодня заложена подписанием этого соглашения. И те последствия, которые будут за этим, дадут, я думаю, что много тех полезных вещей для жителей наших городов. Azt mondja, hogy nem túl hosszú ennek a története, de nagyon sokat jelent számukra, hogy ma ezt aláírták, ezt a testvérvárosi szerződést, és nem csak a gazdaságban, hanem a kulturális életben is. Готовят как строителей, так и эксплуатационщиков, которые, я думаю, что значит, будет заинтересован и ваш город для того, чтобы обучить таких хороших, замечательных профессионалов. Novodonszban egy olyan egyetem működik, ahol ezeket a szakembereket képezik, akik az atomenergiában és az atomerőművekben magasan kvalifikált és magas színvonalú munkát tudnak végezni. Mindenféle szakembert és szakképzést tudnak nekünk biztosítani.